Kora Zsolt MVPS 250/1-esével érkezik. Megvan ez a rajtszám is. Egy újabb MZ, tehát az NDK fantasztikus gyártásában 5 fokozatú sebváltója van, ugye ennek a gépnek már erről beszéltünk. 5 éve tulajdonolja a járművet, jó állapotban vásárolta, és ma hogyan működött? Nagyon jó. Meg én. Mindenki? És jól súgtak hátulról? Persze, simerült. Azért volt, úgyhogy jó volt. És ilyenkor a feladatokat is így felváltva csinálják? Igen. És kinek ment jobban? Mind a kettőnknek sikerült, azt hiszem. Ó, de jó. Akkor jó állnak a versenybe eddig? Hát tűrhető. Tűrhető. Most akkor este derül ki, de hát most még azt kell, hogy kiderüljön, hogy a kiderüljön először, és az ég, ez már sikerült. És akkor most, hogy pontilag még itt, hiba pontilag minél kevesebbet kéne összeszedni, hiszen a verseny a rally és az ügyességiből áll össze, és a különböző kategóriák így fognak felállni. Kategóriába, és énekelhetnék is, ha tudnék, hogy kapitány, kapitány. Hát hölgyeim és uraim, egy fantasztikus, majdhogy nem egyedi gépről van szó, hiszen ez egy Opel Kapitán Hebmüller Cabrio, 1940-ből, 2,5 literes motorja, 6 hengeres motor takar, 3+1 a sebváltója, hátsó kerékhajtású, természetesen. Egy előző tulaját sok évig kellett, hogy győzködjék. Teljes restaurálás után a karosszériát nem az Opel gyár, hanem a Hebmüller készített. Teljes valószínűsített, hogy 70-80 darab készült belőle, és lehet, hogy csak 2 példány van belőle, ez igaz? Igen, már csak 2 közismeret, illetve ismert, hogy létezik. Hol van a másik? A másik jelenleg Spanyolországba kerül. Ez komolyan? Ez fantasztikus. Ez jó érzés, nem? Igen, főleg, hogyha az ember egy ilyen autóra bukkan rá. De szuper volt. Hogy működött ma a kapitány? Nagyon jól. Tőle. És a mit vár el, hölgy? Ő is. Feladatok is megvoltak, ez is így felváltva, vagy hogy ment? Igen, jól cserélgettünk. És ez is megvan eddig? Nagyjából. Na hát akkor még ott lehet a verseny, mert végül egy csodálatos gépezet ez. Jól működött a tető, és nem áztak be? Igen, az. Most már remélem nem kell. Melyik település volt még a kedvenc, hol érezték legjobban magukat? Szerintem minden volt, tehát ez. Ez a lényeg, úgy látom, hogy jól vannak. Köszönöm szépen, és hát tényleg holnap lesz mit nézegetni. Holnap van az a pillanat, amikor közelről meg lehet nézni. Hölgyeim és uraim, egy szinte egyedülálló.